Drogfogás kanizsán, amfetamint és tablettákat találtak a rendőrök egy kanizsai társasházban. A kábítószer kereskedelemmel gyanúsított férfi előzetesbe került, akár 20 év börtönt is kaphat. A Nagykanizsi rendőrkapitányság beosztottai a közelmúltban őrizetbe vettek egy szemét kábítószerkereskedelem büntet megalapozott gyanúja miatt. A házkutatások során több mint 100 g-nyi nagy tisztaságú amfetamint foglaltunk le, emellett közel 100 darab tablettát, valamint jelentős mennyiségű készpénzt, és ezt az embert őrizetbe vettük, és a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, és most a letartóztatása mellett folytatjuk vele szemben az eljárást.